Köszöntöm a nézőket! A szubjektív vendége Herceg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója, akivel a 2016-os előadásokról beszélgetünk. Köszöntöm a műsorban! Már 2016 nyarára készülnek, megvan a repertoár, minden el van készülve, jegyek is kaphatóak már az ünnepek előtt. Milyen bérletakciókkal készülnek már most a közönségnek? Nagyon korán meghirdettük a műsort, hiszen szeptember 15-e óta lehet vásárolni a jövő évad, jövő nyárnak a produkcióra belépő jegyeket. És hát szezononként mikor milyen időszak van. Most a karácsony, bizonyos karácsonyi meglepetéseink vannak, a legkülönbözőbb bérletkonstrukciónk vannak, bemutató bérlettől kezdve műzike bérleten át. Operet műzike elbéleten át, operatáncon keresztül, nagyon sokféle konstrukciót kínálunk. Hát azt tanácsolnám leginkább a kedves tévénézőknek, hogy a weblapunkon tájékozódjanak, vagy ha a közeli Szegeden járnak, akkor a rögpalotában részletes információt kaphatnak. Egészen biztosan mindenki kedvére találhat előadásra szóló bérleteket. A legcsekélyebb, az a két előadásra szóló bérlet, az már 2.000. Pár száz forinttól megvásárolható. Milyen kombinációkban lehet megvásárolni a jegyeket? Tehát, hogy mely előadásokat melyekkel lehet kombinálni? Ezek nem szabad bérletek, tehát kötöttek. Ahogy már korábban is fogalmaztam, különböző műfajok vannak, egymás mellé rendelve, mint például a tánc és a pö, ö, 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 opera előadás, vagy van tánc, opera, próza, aztán tisztán el. A legkülönbözőbb variációkban lehet őket fellelni. Mondjunk egy példát például. Például a bemutató bérletek, amelyben a Bolygó van, a drakula utolsó tánca, a, a Én és a kisöcsém, és az Ének az esőben. Ezek az új produkciók a dom térén. És ezt melyik előadásokkal lehet kombinálni, hiszen azt mondta, hogy lehet kombinálni a bemutató bérleteket? Magában ez azt jelenti, hogy a bemutató, tehát az új előadásokra szóló, a jövő évadnak az új produkcióra szóló bérletei előadásait jelenti ez a bérlet lesznek olyan előadások a Szegedi Szabad térén, amik már voltak. Ilyen például a Mamma Mia. Miért tűzik újra a műsorra? Gondolom azért, mert nagyon sokan kíváncsiak rá, de lehet ennek más oka is. Alapvetően a kérdésben a válasz. Vannak olyan nagyon jó sikerült produkciónk, amelyre olyan nagy az érdeklődés, hogy nem bírjuk egy-egy évad alatt kiszolgálni ha bár óriási szériában játszottunk, az első évadban, hét előadásban játszottuk a Mamma miatt, az 28 ezer nézőt jelentett tavaly is, még négy alkalommal játszottuk, de hát kifogyhatatlan a kereslet, úgyhogy a jövő évadban is műsorat üztük két előadásban a Mamma miatt, valószínűleg azért ez most már az elköszönő évada lesz ennek a produkciónak, de a nyomorultak produkciónkat is visszatapsolta a közönség, olyan jól sikerült, hogy őt is kitűztük még, egy, még két alkalommal a jövő évadban, és a tévedések vígjátéka, ami a tavalyi évnek a prózai bemutatója volt, és külön büszkeség, hiszen 15 év után került újra Shakespeare és prózai mű a Domtér színpadára. Hál' nagyon jól sikerült, és visszatapsolta a közönség, így aztán a jövő évadot, ami egy meghosszabbított évad, a tévedések ügyjátékával zárjuk. A jövő évadnak a koncepciója egyébként pontosan az volt, hogy a szegedi szabadtéri játékok minden műfajban, hanem is minden évben, de vállal bemutatókat. Jövő évadban lesz a 85. évfordulója de szegedi szabadtéri játékokat megalapították, és ennek örömére most operát, prózát, táncot, műzikelt, operettet, szimfonikus zenekari koncertet, tehát minden mi műfajt bemutatunk. Alapvetően a Szegedi Szabadtéri játékokon operát, illetve, bocsánat, operettet, illetve műzikert láthat a közönség. Miért történik az, hogy bekerül például egy-egy prózai előadás? Ez nem pontos a kérdés volt el, és Nálunk az, a tipikus európai fesztiválokhoz képest, ahol egy-egy műfajban vállalnak csak a szerepet, a Szegedi Szabadtéri Játékok alapítása óta népszínházi jelleggel jött réte, így álmodták meg az alapítóatják, aminek a lényeg, hogy Évről, ha nem is évről évre, de két évente, három évente minden műfajt műsorat tűzünk. Tehát van visszatérően tánc, ha csak két évente is, ahogy fogalmaztam, ennek az évadnak az a különlegesség, különlegessége, hogy ebben a meghosszabbított évadban, hiszen az augusztus 20-a utáni hétvégén is még játszunk, minden műfajt be fogunk mutatni a jövő nyáron. Ez a nagy bőségtál reprezentációja az előadó sokszínűségnek. De akkor nézzük meg, hogy melyek azok az előadások, amelyek újak, tehát melyek az új bemutatók. Lényegében egy kivétellel, ja, bocsánat, lényegében egy kivétellel valamennyi a szegedi szabadtéri játékok domtéri színpadára készült, önálló bemutató, vagy pedig koprodukcióban létrehozott bemutató. De hogy az újakat soroljuk, a Bolygó Hollandi lesz az új produkciónk, ami azért büszkeség, mert Harangozó Gyula művészeti igazgatóra, amikor a játékok vezetését 2013-ban átvettük, az opera nagyon gyenge lábakon állt, lényegében nem is volt már opera eladás kitűzve, no mi ekkor egy görcsönadást hívtunk meg, és elkezdtünk az opera újra pozícionálásán dolgozni, a következő évben egy kodály művet mutattunk be, világsztárokat kezdtünk el hívni. Gerard Depardieu lépett föl nálunk. majd egy Verdi művet mutattunk be, tavaly az állarcos bált, ahol a bál királynő volt, és az idén pedig egy Wagner opera került színre, ami azért is különleges, mert soha a téren Wagner operát még nem mutattak be, ez egy nagy vállalkozás, a bolygó hollandi talán nem a legnehezebb Wagner darab, és szűk két belül vége is van, tehát nem egy borzalmas igénybevétel, de nagyon reprezentatív szép lesz. Tehát a Bolygó Hollandival nyitunk, ez az új bemutatónk operai fronton. A Dracula tánca, ez egy táncprodukció lesz, egy táncjáték lesz, a második adás rögtön ez egy új előadás lesz, saját kiállítású az előbb említett kettő, a, én és a kisöcsém opera produkció, ez egy vendégelőadás lesz, de a Domtéren új szabadtéri bemutatója lesz a Budapesti Operett Színháznak és hát lényegében a szimfonikus zenekari koncert jelent még újdonságot a visszatérő produkciók mellett. Mely színházak készítik ezeket az előadásokat? Valamennyit, kivéve az Operett Színháztól megvásárolt és megrendelt, meghívott énesek kicsöcsémet, a szegedi szabadtéri játékok állítja a színre, abban van különbség, hogy teljesen önállóan, mint az opera vagy pedig koprodukciós együttműködésben. Hagyományos partnerünk a Budapesti Operett Színház velük közösen fogjuk az ének az esőben bemutatni, az előbb elfelejtettem mondani, a jövőnek az az új nagy műzikál bemutatója, az Operett Színházzal közösen állítjuk színre, illetve a Madár Színház fontos partnerünk még nekünk, a Mamma mia két évvel ezelőtt velük csináltuk közösen, és mutattuk be a Tom téren, és tavaly pedig a nyomorultak volt, amit közösen vittünk színre. Ilyenkor hol készülnek az előadások, hol vannak a próbák? Az előzetes próbák részben teremben, Szegedi Nemzeti Színházban, Szegedi helyszíneken, és azt megelőzően Budapesti próbatermekben, vagy pedig a kóprodukciós partnernek az anyaszínházában. Hogyan választják ki a rendezőket, akik megrendezik ezeket a darabokat, hiszen azt mondta, hogy kóprodukcióról van szó. Vagy a szereposztást például hogyan állítják össze? Ha saját bemutató, akkor harangozó a művészeti igazgatóra, miután eldöntöttünk, hogy melyik darab kerül színre, mi közösen kiválasztjuk, hogy ki legyen az a rendező, akkor amikor már a rendező megvan, akkor ő, ő ajánl, és már az ő bevonásával választunk alkotótársakat, díszlet és jelmeztervezőt, és a szereposztást is közösen alakítjuk ki. Hogyha a és partner színház akkor a partner színház vezetőjével, ha megbeszéltük, hogy ki a rendező, akkor a rendezővel közösen gondolkodunk a szereposztáson és az stábon. Uh, ahogy mondta, hogy lesznek visszatérő előadások, mint például a Mamma Mia, uh, és el is mondta, hogy azért kerül újra, mert nagyon nagy siker volt. Uh, hogyan állítják össze a repertoárt? Tehát miért pont bolygó hollandi, miért Dracula utolsó tánca? Most csak a bemutatókat mondom, ami idén lesz. Én és a kisöcsém ének az esőben. Miért pont ezek az előadások? A a szegedi szabadtéri játékoknak azt hiszem, hogy a, a sikerének az egyik záloga, hogy minden évben nagyon alapos közönségkutatás, közönségvizsgálatot csinálunk, amiben nagyon precízen tudjuk, hogy mi a mi közönségünknek az elvárása, mi az ő összetételük, akár nem, akár pedig életkori iskolázottság tekintetében honnan érkeznek, mik a műfai preferenciáik, és a műfaji preferenciáikon belül lehet tudni, hogy melyik műfajból körülbelül hány előadás az, amit úgy lehet műsorra tűzni, hogy megmaradjon a keresleti piac, hiszen nekünk az a jó, hogyha minél többen szeretnék megnézni. És emellett jönnek azok a művészi becsvágyak, amelyeket harangozó művészeti igazgatóra közösen fogalmazunk meg, például a Wagner esetében. Nem titok, hogy azok azon produkciók, amelyek nem a keresleti oldalra jönnek, hanem a művészi jó jóval nagyobb innovációt és innen investíciót kívánnak. Az opera műfajnak az újra pozícionálása az, azt mondhatom, hogy ember feletti erőt és anyagi áldozatot kíván, de úgy tűnik, hogy sikerül meggyőzni a mi közönséget, hogy érdemes jön, hiszen telt háza játszok az operáinkat is. Lesz a következőben, most nem a 2016-ra gondolok, hanem már kicsit előbbre, 2017-re. Tehát, ha ekkora néző közönsége van az operának, akkor gondolom továbbra is szeretnék, ha lenne az, hogy ekkora nézőközönsége van, ebben nagyon sok kreatív produceri trükk van, illetve hát az az egyik fő recept, hogy mi világsztárokat hívunk a domtéri deszkákra, és eddig az vált be, hogy egy kicsit műfaj idegen sztárokat, tehát nem feltétlenül műfaj sztárokba gondolkodtunk, ha utalok Depárd Jékodály, Jánosában való fölléptetésére, vagy Katarina Vitre. Most elkezdünk már a felé lépkedni, megpróbálunk hanem is opera műfaj sztárokat, de énekeseket bevonni. Meglátjuk, hogy ez miként. Nem titok, hogy, egy, hogy az opera műfaj sztárjainak a vonzása az a műfajon belül erős, viszont hogyha mi szeretnénk olyanokat is megnyerni az operának, akik egyébként nem lennének operaranyagok, ez más kulcsokat kell használni. Ezt gondolom hatalmas anyagi áldozatot is kísér, vagy, vagy von maga után? Nem csak anyagi áldozatot, hanem egyáltalán kitalálni, hogy például hogyan lehet egy hogyan lehet például egy operát látványában, sóban elvinni, ahogy más ne mondjak tavaly, egy jégpályát rendeztünk be, és komplet jégre vittünk színre a júniusi meleg be a dombtéren. Tehát nagyon sok összetevője van annak, hogy működőképesek legyenek ezek az ötletek. Ezek például rendezői koncepciók? Vagy ezek van rá... egy látványtervező, aki ezek ezt kitalálja? Ezek kreatív produceri a... gondolatok, és ezt én képviselem a téren belül. Miért pont jégpálya, ha már itt tartunk? A szegedi szabadtéri játékosok a fesztivál jellegéből egy átlag színházi formavilághoz képest más követelményeket kínál. Ha az operát veszük alapul, a klasszikus opera kedvelő ő akusztikus hangzást vár, nálunk hangosítással, megy, nem tudunk ott versenyezni. Ami mi tudunk versenyezni, az a látvány, a kivitelezés, a színházi kereteket meghaladó és jelentősen túllépő show. Azzal tudunk versenyezni, olyan látványvilágot adunk, a, tavaly az Aroxcrypt listáitól a, a jégpályáig, a Nárai Tamás divattervezőn kezdő, Katarina Vitték olyan, olyan elemek voltak, amik színpadon is jól érvényesülnek, és kommunikációban is jelentős húzásuk van. Tehát ezeket az elemeket kell megtalálni, úgy beépíteni darab, hogy a mű maga az intakt maradjon, hiszen ettől a operai élménynek meg kell szólalnia, létre kell jönnie, de valami pluszt kell tudni adni. Nyilván valami lát, látványvilágunk, méreteink olyanok tudnak lenni, ahol máshol versenyzünk a műfajokkal. Idén is lesz egy világhírű énekes, 2016-ban Polpoc. Így van, ő a, a Nagy-Britannia Got az első adásának volt a győztese, egy fantasztikus tehetségű és népszerűségre szertett igazi világsztár, aki azonban pódiuménekes lett, és előadásba őt még nem láthatta a világ. Számára is egy nagy lehetőség, és így is éri meg egy, egy, egy nagy öröm hogy ő most egy európai fesztiválon szerepben, méghozzá egy Wagner operában mutatkozhat be. Én erről beszélt ő nekünk a londoni találkozásunkkor, és a napokban nem akarod nagy titkokat állani, de meg fog érkezni Magyarországra, és valószínűleg újra ezeket a gondolatait. Mit fog játszani a Wagner operában? Ha el szabad árulni? El szabad árulni ő lesz a Steiermann, a kormányos szerepét játsz, ez egy középtenor szerep. A Wagner opera az a Szegedi Szabad térinek a... Önálló produkciója, igen. Ö, hogyan jöhetett ez létre, vagy hogyan jön létre? Tehát miért pont Wagner opera? Az ez... említettem, soha nem volt még Wagner. Én magam betegesen szeretem a bolygó hollandit, harangozó művészeti igazgató is oda van érte. Úgy ítéltünk meg, hogy ennek az előadásnak a dramaturgiája, ugye ez mégiscsak egy nagy viharkép, hajóról szól, egy elég mitikus darab, ez alkalmas arra, hogy a egy igazi, nagy látványú, különleges, csak ott tudunk aradást tudjunk produkálni, és ezen kívül az az fantasztikus. Gondolom ezek ö, nagy, vagy illetve hosszú távú, vagy előre készületeket, vagy előkészületeket igényelnek például. Ahhoz, hogy mi meg tudjuk hirdetni már szeptemberes, amit ebben szeptemberben meghirdettük már a <sínt> és egyeket, valóban komoly előkészületeket kíván. Mi már bőszen a 2017-es nyáron dolgozunk, és a, a 17-nek a világsztárjával próbálunk egyeztetni, úgyhogy valóban jó előre kell gondolkodni ahhoz, hogy ezek a produkciók létrejöhessenek. Határon túli színházak is felléknek a szegedi szabadtéri játékokon, vagy vannak egyek, egy alkalmak, amikor igen? Mi abban az értelemben nem fesztivál vagyunk, hogy rendszeresen meghívnánk valamilyen tematika szerint, de Alkalmasint igen, hiszen szerkesztő asszony is játszott nálunk színészi, színművészi minőségben a Hippolit alakájára az Újszegedi szabadtéri színpadunkon. Ezek inkább a mi általunk kicsinek nevezett színpadunkra, másik domtértől eltérő helyszínek az új igazak, de hát ez sem pici, hiszen ez is több mint ezer fő befogadó képességű játszóhely, nagyobb, mint a Víg színháza, ami Budapest egyik legnagyobb színháza. Itt rendszeresen lépnek fel határon túliak is, a Kárpátaljáról a Vigyánszki féle társulat többször lépett föl, Vajdaságból is voltak vendégeink, és most éppen egy Sepsis szentgyörgy előadásról tárgyalunk, majd meglátjuk, hogy összejön -e. De nem, 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 nem tematika, de az Őszegeli színpad alapvetően az igazi prózai játszóhelyünk. Térjünk vissza egy kicsit a beszélgetésünk elejére, hiszen a jegyekről beszélgetünk, hogy az ünnepek alkalmával bérletet lehet vásárolni, akciókkal készülnek a, a nézőknek. Ha jól tudom, ha most megvásárolják őket, akkor még ajándékot is kapnak. Így van, ez az igazi karácsonyi akció, a legkülönbözőbb ajándékokat tudjuk adni a bérletek mellé, a karácsonyi albumoktól kezdve, Gregor albumon keresztül, szaloncukortól, pesgőn át, a legkülönböző karácsonyi meglepetéseket adjuk még a bérletek mellé. Vannak még jegyek? Hát, ugye rettenetesen nagy a szegedi szabadtéri játékok. Egy előadásra 4000 főt tudunk befogadni. Az ország legnagyobb befogadó képességű játszóhelye. Évente olyan 70-72 ezer látogatót szólítunk meg, és jönnek el hozzánk. Úgyhogy ez nagyon gyorsan nem telik meg, de bizony a mamma miából már nagyon, nagyon válogatni kell, hogy valaki alkalmas helyszín, helyet, néző helyet találjon magának széket, úgyhogy érdemes nézni, olyan egy negyedét már a évadnak eladtuk, de hát ugye most arról beszélünk, hogy a jövő július 1-én induló évadról folyik itt most a beszélgetés karácsony alkalmával sokan vásárolnak a falá például szegedi szabadtéri jegyeket? Igen, ez nagyon, ö, Vagy ez már hagyomány nagyon jó ajándékká vált. Ugye az eladási statisztikából látjuk, hogy éve, évente nagyon emelkedik a karácsony értékesítési szezonnak a értékesítése. Nagyon sokan megszokták, megszerették, szívesen adják és szívesen kapják a szegedi szabadtéri játékok nyári bérleteit karácsonyra. Hol vásárolhatók meg a jegyek és meddig? A jegyek bárhol határoktól függetlenül elérhetőek leginkább a Zegri Szabadtéri Játékok honlapján lehet interneten vásárolni, vagy a jegyponthún. Fizikai végpont számos van országon belül és országon kívül is. Szegeden pedig, ha, hát nekünk az van a legközelebb innen Szabadkáról, úgyhogy a Rögpalota gyönyörű szeszessziós épülete, ami székhelyünk, ami kiállítóházunk, Magyar Ede csodálatos műalkotás, és ugye Magyar Ede itt, itt is itthon van, sok-sok épülete van neki a vajdaságban is, úgyhogy érdemes átjönni, megnézni az ottani szeszeciót és ellátogatni a rögtolatában. Tehát online valádhoz. is lehet vásárolni. Online is, igen, az internetes honlapunkon, ahogy mondtam, a szegedi-szabadtéri.hu honlapon. A helyszínek maradnak, gondolom, domtér? A helyszínek maradnak, domtér és a új szegedi helyszínünk, igen. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A szubjektív vendége Herceg Tamás volt a szegedi szabadtéri játékok igazgatója. Köszönöm, hogy velünk tartottak a viszontlátásra.